Köszöntöm nézőinket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szombati adás ismétlésének időpontja megváltozott. Ezután hétfőn délután 12:30-kor és szerdán délelőtt 9:30-kor láthatják az ismétléseket. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a napokban adta át a Külhoni Magyarságért díjat Somorjai Ágnesnek, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnökének a Niagara-falsi Árpád-halban. A politikai államtitkárság megalapította a Külhoni Magyarságért díjat, akkor olyan szervezeteket, illetve magánszemélyeket díjazott, akik a magyarság megmaradásában több évtizedes kitartó munkát végeztek. Idén 2014-ben úgy döntöttünk, hogy ezt a díjat a diaszpórába is adományozzuk. Idén egy svédországi magyar szervezet mellett a Kanadai Magyar Kulturális Tanács érdemelte ki ezt a díjat. Nem akartam hinni semmi, amit olvastam, mert írásba közölték, e-mailbe közölték először, és mondták, hívtak haza, hogy augusztus 19-én a parlamentbe a miniszterelnök helyettes úr Semjén Zsolt fogja átadni hivatalosan, és akkor én már tudtam, hogy mi szervezünk a kőrösi csomásoknak egy díszvacsorát, és arra gondoltam, hogy arra bejönnek úgyis a szervezetek, mert úgyis egybe lesz kötve a kulturális tanácsnak a közgyűlésével, hogy akkor nem megyek én haza erre átvenni ezt a díjat, hanem ha kijön az államtitkár, vagy ha valaki olyan személy jön ki erre az alkalomra, akkor hozza ki az, hogy a tagszervezeteink épp úgy részesei legyenek, mint én. Mert ha a parlamentbe veszem át, maximum 3 szemét vihettem volna. És az véletlenül sem a tagság. Mi volt az elmúlt időszaknak az egyik legnagyobb epizódja, amire legszívesebben emlékszik? Hát én szerintem a mai. A mai. Ez volt az, amikor Orbán Viktor aláírásával átvettünk egy olyan díjat, amit összesen eddig 2 diaszpóra szervezet, tehát 2 külhoni a nyugati magyarság körében alakult egyesület kapta meg, tehát a svédországi magyarok szövetsége és mi. Azt hiszem, ennél nagyobb elismerés nem kell. Amikor befejeződött a díjátadás, akkor olyan kihívta ezeket az embereket, akik a segítőtársai volt. Mit érzed, miért volt erre szüksége, hogy ezt megtegye? Mert nélkülük az egyesület nem létezne. Végeredményben az egyesület munkája, hogy létezik, hogy fönnáll, hogy azt tudja csinálni, amit csinál. Igazság szerint ők dolgoznak. Az egyesületnek nem az a célja, hogy dolgozzon maga a vezetés. Nekünk a célunk az, hogy összefogjuk őket, és ők dolgozzanak. És ezért is nincs nekünk egyéni tagságunk. Csak egyesületen keresztül lehet tag valaki a kulturális tanácsban. Azt látjuk, hogy Torontóban is elég sok a komoly problémákkal küzdő szervezet, nem találják a helyüket. Nem találják meg, hogy hogyan tudnának integrálódni a magyarságba. Mindig azt mondjuk, hogy ez csak nálunk van, hogy ez a turáni átok. Ez nem igaz. Ez minden nemzetiségnél ugyanígy van. Mi csak a saját problémáinkat látjuk. Ők meg ránk mondják azt, hogy de ezek nektek olyan jó, ti olyan összefogóak vagytok. Nem igaz. Kelet-közép-európai egyesületek szervezetének egyik alapítója a kulturális tanács, és pontosan ők ott az egyesületben a különböző, az ukrán kongresszus, a többiek mondják, hogy ő náluk mennyi volt. Az ukránoknak van valami 3 vagy 4 országos szervezetük. Egyszerűen nem lehet össze. A lengyeleknél ugyanaz, mindenütt ugyanaz a helyzet. Szóval csak mit csinálunk belőle, legalábbis úgy érezzük, hogy mit csinálunk belőle nagy problémát. Én szerintem minden egyesület dolgozzon a legjobb tudása szerint a magyarságuk megtartásáért, és ne a másikkal foglalkozzon, hanem a saját szervezetével. Én nekem ez a véleményem. Milyen lehetőséget lát a szervezetükbe a fiatalok bevonására? Winnipegi Magyarháznak a vezetősége már
csupa fiatalból áll. Aztán egyik szervezetünk, a Koda Együttes, ennél fiatalabbakat nem lehet bevonni, azt hiszem. A fiatalok nem szeretnek marakodni, a fiatalok munkát szeretnek, a fiatalok elvégeznek becsülettel minden munkát, hogyha azt rájuk bízzák, és irányt adnak nekik. Semmi más nem kell hozzá. És hogy látja a jövőt? Sikerült Kanadában megtartani még a magyarságot az hosszú távon? Hát az most már kifejezetten a másod-harmad és többet generációs magyar fiatalokon múlik, mert a most Magyarországról kijött fiatalokra nem lehet már számítani. Azok már a karrierből jönnek ki, azok már beolvadnak. Az első legfontosabb dolog náluk az asszimilálódás, és megfelelni a kanadaiaknak. És a magyarságukat, nem is keresik a magyar egyesületeket, nem is keresik a magyar szervezeteket, szóval nagyon nehéz. De a másod, harmad, negyed generációsokban érdekes módon föléled a magyarság tudat. Még akkor is, ha a szülők nem nevelték beléjük. Én észrevettem nagyon sok olyan magyar, meg láttam nagyon sok olyan magyar családot, ahol a papa meg a mama nem is tud magyarul, és a gyerek most Magyarországon él, és beszél magyarul, és magyar felesége van. Érzett elégtételt, amikor megtudta, hogy megkapják ezt a kitüntetést, hogy érdemes volt végül is ezt a sok munkát elvégezni? Nem csak azt éreztem. Én azt is éreztem, hogy nem csak a sok munkát volt érdemes elvégezni, hanem a harcot végig küzdeni. A Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. A nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a Tokaj étteremben. A torontói református egyház látta vendégül az észak-amerikai turnén résztvevő felvidéki pedagógusok Vas Lajos énekkarát, mely nagy sikerű hangversenyt tartott Thornhillben, a református templomban. Szlovákiában a magyar lakta területen több énekkar is működik. Ez a kórus különleges kórus, tekintete arra, hogy nem egy településhez köthető, hanem Pozsonytól Királyhelmecig mindenhonnan vannak pedagógus tagjai, és a különlegessége éppen abban áll, hogy mivel nem kötődik egy városhoz, a próbáit nem tudja hetenként tartani, tehát hetente tartani, hanem átlagosan havonta egyszer egy hétvégén péntektől vasárnap délig találkozunk valahol a fellépések közelében. Ez a kórus 50 évvel ezelőtt alakult. Az alapító karnagy a Szijjártó Jenő volt, és mivel Szijjártó Jenőnek politikai okokból távoznia kellett a kórus éléről, Magyarországról Vas Lajos sietett segítségünkre. Ez a kórus az ő nevét viseli. Vas Lajos 1992-ben bekövetkezett halála után, vettük föl, nem sokkal a halála után vettük föl a szlovákiai magyar pedagógusok Vas Lajos kórusa nevet. Azelőtt az volt a neve, hogy Csehszlovákiai Magyar Tanítóközpont Énekkara. Elsősorban akkor, amikor indult a kórus, karnagyokból, leendő karnagyokból, zenetanárokból és különféle zenészekből állt. Ma már nem csak pedagógusok vannak a kórus soraiban, és ez határozza meg a kórus repertoáriát is. Nem lehet egy síkú, tekintettel arra, hogy a karnagyok különféle kórusokat vezényelnek, tehát mindenféle réteget érintenie kell a repertoárnak.
Természetesen elsősorban magyar zeneszerzők műveit énekeljük, Kodály Zoltán, Vas Lajos, ugye, aki alapít, illetve vendégkarnagyunk volt, Szijjártó Jenő, aki alapítókarnagyunk volt. Az ő műveiket nagyobb számban énekeljük, mint általában a többi kórusok. De mindenféle repertoár, mindenféle zsáner szerepel a műsorunkban, kezdve a népdal feldolgozásoktól, a vers feldolgozásokon keresztül az egyházi művekig, a gospelekig, tehát bármi, ami minőségi, azt a kórus fel tudja venni a műsorán. Természetesen nem csak magyar nyelven énekelünk. Mivel Szlovákiában élünk, szlovák nyelvű műveket is énekelünk, nem jelent számunkra nehézséget cseh kórus műveket énekelni, hiszen nagyon sokáig éltünk Csehszlovákiában, de természetesen Európa bármely nemzetének a kórus kultúráját tiszteljük, és föl is vesszük a repertoárunkba. A turnénk Kanadában kezdődött, itt volt egy föllépésünk, Torontóban. Az Amerikai Egyesült Államokban 11 föllépésünk lesz, hogy csak néhány nevet említsek. New Yorkban, Clevelandben, ott két koncert is lesz, Chicagóban, és több kisebb helyen is természetesen. Itt hozzátenném azt, hogy nem a teljes kórus jött el, mert 62 tagja van a kórusnak, de akik tudták vállalni, azok körülbelül 50-en, tehát nem is egész 50-en vannak. És hogy kiegészítsük a létszámot erre az 50-re, és egyébként is volt egy ilyen elképzelésünk, hogy ne csak ének legyen, hanem zene is, jött velünk Somorjáról a Csalló népi együttes. Sokan nem is jártunk még külföldön, nagyon sokan először ültek repülőgépen például, ezt sokan lehet, hogy el se tudják képzelni, hogy ilyen is van a mai világban. Most még csak második napja vagyunk itt, és én azt mondom, hogy nagyon nagy élmény számunkra. Biztos, hogy úgy fogjuk érezni, hogy az a 3 hét kevés. És főleg azért, mert magyarok között is föllépünk. Ez a mai koncertünk is olyan volt Torontóban, hogy én úgy éreztem, hogy a közönség nagy része magyar volt, értették azt, amit magyarul énekeltünk, és megértették a lelkükkel is, nem csak az értelmükkel, hogy mit akar az a mi műsorunk jelenteni. Természetesen egy angol közönség előtt más repertoárt fogunk énekelni, két műsort hoztunk magunkkal. Hosszúságában a kettő körülbelül ugyanannyi, de az angol közönségnek kevesebb speciális magyar művet hoztunk. Ott is van persze magyar mű, abban is vannak népdal feldolgozások, de talán még színesebb, mint amit a magyar közönségnek hoztunk ide. Ha el kellene sorolnom az összes karnagyot, akik vezényelték a tanítókorust eddig az alakulásától, akkor az biztos nem férne bele a műsoridőbe. Ezért csak annyit mondanék el, hogy most a Szlováki Magyar Pedagógusok Vas Lajos Kórusának Józsa Mónika művészeti vezetője, és állandó magyarországi vendégkarnagyunk Tóth Árpád, zeneszerző karnagy.
A hamiltoni Szent István római katolikus templom ünnepi búcsújáról tudósítunk most. Szent István minden kihívásnál a legjobb döntést hozta. Ezt onnan tudjuk, ennek az a bizonyítéka, hogy őt tisztelettel, szeretettel, hittel és áldozattal ünnepeljük a mai napon is. Szent István nekünk örökség, lelkesség, biztonság, ideál, remény és a jövő egyetlen járható útja. Akinek a magyar szó hallatára megdobban a szíve, vagy köncsebb jelenik meg szemében himnuszimán felhangzásától, származásától, anyanyelvétől, állampolgárságától vagy lakhelyétől függetlenül magyarnak számít. Ez Szent István politikája. Ez Szent István királyunk hite, lelkesége. Szent István király fiához, Szent Imre herceghez intelmeit így kezdi. A Szent Háromság és oszthatatlan egység nevében. Isten az élet és szabadatra után bizalmat, küldetést és hivatást ad minden embernek. Ha másik ember boldogul és gyarapszik, az nekem is jó lehet. Nem biztos, hogy az én személyes életem kiteljesedése csupán az általam birtokolt vagyontömegem növekedésével valósul meg. Elengedhetetlen, hogy önzetlen és szent ideálok vezessen vállalkozásaimban, mert egyébként a privát siker mögött mindig ott állódhat a magány és az üresség nyomasztó utamica. Ezért kérjük Istenünk, mutassa meg szerető gondviselésének jeleit a mi hétköznapjainkban is, földi zarándokunk minden napján, nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon, a szürke hétköznapokon és a küzdelmekben, valóban betegségekben, gyászban is. Mert szükségünk van mindenre. Isten tisztelete, egymás szerető megbecsülése pedig hozzon áldás Szent István országára. A benne élő összes népekre, minden keresztény és minden más vallású emberre, minden magyar emberre és családra, bár is élnek és boldogulnak ebben az áldott, Isten teremtette világban. Nagy boldog asszony, könyörögj érettünk, Szent István, könyörögj érettünk. Amen. Egy perc Magyarország című sorozatunk soron következő epizódjában Csőszről láthatnak rövid filmet. Egy perc Magyarország. Csősz község Fejér megyében, a Mezőföldön, a Sárvízmalom csatorna mellett. Már a római korban lakott volt a Gorziumból Szopjániba vezető út egyik állomásaként. Egy ajándékozási okmányban szerepel először írásos említése, mely 1193-ból származik. Nevét az árpádkori csősz kikiáltó foglalkozású királyi megbízottól kapta. Épített öröksége a közel 250 éves református templom míves faragott padokkal és a Mózes székkel. A Kéri család egykori neoromán stílusú Szűz Mária kápolnája, a község katolikus temploma. A kápolnához ma is álló kúria tartozott.
A több száz éves múlt, a történelem jeles eseményei a Hősök kertjében emlékművekkel és kopjafákkal tisztelegnek a letűnt idők előtt. A kistérség összetartozást a sárvízkerék szimbolizálja. Földrajzi elhelyezkedése kiváló, természeti kincsekben gazdag. Völgyes területe a Kis-Aszó és a Nagy-Aszó, mely a tavak és két vízfolyás mellett alakult ki, a környékre kirándulók paradicsoma. A pihenni vágyók vendégszerető polgárokkal találkozhatnak. A településen működő Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesület célja a régmúltkorok, a 10-11 és a 16. századbeli haditechnikák megismertetése, a néphagyományok felelevenítése. Korhű öltözetben bemutatott játékaik segítik a magyar történelem megismerését, színesítik mind a község, mind az ide látogatók életét. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az ötcsillagos választás. Nagy magyar siker született Cannes-ban, ahol az úgynevezett Vállalati Filmek Fesztiválján két díjat is elnyert a Magyar Állami Operaház, ahol Kinyílik a világ című imásfilmje. A film a legjobb imásfilmek kategóriában az Ezüst Delfin díjat nyerte el, ezzel a versenyben a legjobbak között végzett. A film zenéje, Guya Robert szerzeménye abszolút győztesként a legjobb zenéért járó Fekete Delfin díjat kapta. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Viszontlátásra! Stop.